Just Martin 91, és ma a Kaptár utolsó fejezetéről beszélek. Mikor a T-vírust egy gyógyelixire támad, Alice és új csoportbandája elindulnak vissza Raccoon Citybe, hogy megmentsék a világot. Újra. Csomó régi és új ellenféllel, amely mellett még az idő is ellenük áll, persze. De valami okból kifolyólag, az ilyen sorozatokban úgy néz ki, hogy az időnek a rendszere egy picikét túlmegy a fizikánál. Mi másba látod, amikor 4 perc 28 másodperced van, hogy megmentsen a világot, és jön a 15 perces fővezérnek a csatája. Meg kell mondjam, mokás volt a menet, és élveztem. És őszintén, a legutolsó kettőből, a 4 és 5-ös közül már ezt mondanám még a legjobb ezekben a pontokban. És ne legyen az most, mit tudom én. De a történet nem volt semmi, semleges volt, teljesen. A végén megpróbálták menteni, persze, hát ezek után már mit tudsz megcsinálni. Akció után a vágások teljesen piszkosak voltak. Olyan volt, mintha az ember valami agyforrasztást kapna. Hát a 3D nem is segítette erre, persze. Jól néz ki, meg kell mondjam, de az nem segít abban, hogy így elrohannak valamit. Ennek semmi értelme nincsen. A végének adtak egy kis történetet, hogy tudod, hogy így csomót tegyenek az ajándékra, de hát figyelj, most ezen, mit tudunk ezen csinálni? Aki elfogadja, elfogadja, aki nem, nem. Ez így megy. Az én szemszögemből úgy nézek rá, hogyha te erre rajongója vagy ennek, ezeknek a filmeknek, akkor élvezni fogod, persze. Ha nem, és el akarod kezdeni, ne itt kezd el. Ne itt kezd el. De ezt rád bízom. Élvezzétek a mozizást, és jó napot nektek!